Nem csak Közép-Európából mennek fiatalok más országba dolgozni, hanem franciák is sokan vannak Londonban, aztán Németország is tele van spanyolokkal. Miért kell azokat a fiatalokat, akik vállalják egyébként az életkoruknak megfelelő, nagyon komoly kalandot, hogy elmennek dolgozni és idegenben próbálnak helytállni, miért kell őket állandóan megbélyegezni itt a parlament ülésén azzal, hogy menekültnek nyilvánítják őket? Önök igazságtalanok, tisztelt hölgyeim és uraim, azt kell mondanom, hogy úgy tűnik a modern idők szavát sem értik. Szeretnék szólni néhány szót a fiatalokról is, mert rendszeresen azt hallom itt a házban, hogy önök megpróbálják a fiatalokat gazdasági menekültnek beállítani. Ezt nem először hallom. Ismét szeretném kérni az önök körültekintését ebben az ügyben. Olybá tűnik, ahogy itt hallgatjuk, mintha a külföldön dolgozó emberek valami rosszat tennének a hazájukkal. Bizonyára látták azokat a számokat, hogy a külföldön dolgozó magyarok az elmúlt évben 11 hónap alatt több mint 2 milliárd eurónyi pénzt utaltak haza. Egy dolgunk van itt, hogy köszönetet mondjunk nekik, tisztelt hölgyeim, és nem csak a Fidesz, a szocialisták is, a Jobbik is, meg az LMP is. Köszönjük meg nekik, hogy nem a munkanélküli segélyt választották itthon, hanem fogták magukat, vállalták a versenyt, nagyon nehéz körülmények között idegenben vállalták a versenyt, és nem csak, hogy dolgoztak és magukat eltartották, hanem hazaküldtek komoly összegeket Magyarországra. És miért akarjuk megtámadni azokat a fiatalokat, akik egyébként lassan már Európában, ez nem szokatlan, az élet természetes részének tekintik, hogy egyébként más országokban... Mi az izgalom tárgya ellenzéki oldalon, képviselő úr? Szeretném jelezni... Szávai képviselő úr, legyen szíves megnyugodni. Nem csak Közép-Európából mennek fiatalok más országba dolgozni, hanem franciák is sokan vannak Londonban, aztán Németország is tele van spanyolokkal. Miért kell azokat a fiatalokat, akik vállalják egyébként az életkoruknak megfelelő, nagyon komoly kalandot, hogy elmennek dolgozni és idegenben próbálnak helytállni, miért kell őket állandóan megbélyegezni itt a parlament ülésén azzal, hogy menekültnek nyilvánítják őket? Önök igazságtalanok, tisztelt hölgyeim és uraim, azt kell mondanom, hogy úgy tűnik a modern idők szavát sem értik. Ennek ellenére nekünk egyetlen dolgot azonban itt a fiatalokkal kapcsolatban, mint erkölcsi kötelességet érdemes azért megemlítenünk. Ez pedig az, hogy nekünk olyan Magyarországot kell építeni, ahova a fiatalok, amikor akarnak, haza tudnak jönni. Amikor haza akarnak jönni, akkor értelmes élet lehetőségét találják itt Magyarországon. És azt kell mondanom, hogy abban biztosak lehetnek önök is, meg a választópolgárok is, hogy a mi kereszténydemokrata Fidesz koalíciónk a következő években egy ilyen Magyarországért fog dolgozni. Köszönöm megtisztelő figyelmet!